Miniszterelnök úrtól tudjuk, hogy a nőket különösen megviselte a járvány, mert a munka után hazatérő férjüket még el kellett látni, amellett, hogy ők is elvégezték a munkájukat. Nem egészen erre gondol szerintem Antoni Rita, a Nőkért Egyesület elnöke, amikor hát hasonló végkövetkeztetésre jut, de más okokat lát mögötte. Kezei csókolom, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Szóval szó sincs erről, hogy a nőknek el kéne látniuk a megfáradt férjüket, de tényleg az egész annyira tényleg 60-as évek lakótelepi kép, hogy el is vonatkoztatnék tőle, de hogy kétségtelen, hogy nagyon rosszul jött a nőknek ez a járvány, és hogy míg az eddigi válságok, és ez számomra a legizgalmasabb, míg az eddigi válságok egy kicsit csökkentették a nemek közti egyenlőtlenséget, ez a mostani növelte. Mi lehet ennek az oka? De igen, ez globális kutatások is azt feltételezik, hogy évtizedekkel vetette vissza a koronavírus a nemek egyenlőségéért vívott küzdelmet. Hát elsősorban a lezárások jelentik az okot, amit nem akarok kritizálni ilyen szempontból, mert közegészségügyi szempontból ezek szükséges lépések voltak, viszont az állam nem nyújtott elég segítséget a lezárások kárvallottjainak, és ez a nők esetében is megjelent. De Gregor Anikó szociológus végzett kutatásokat szerző társaival ebben a témában. Ők azt írják, hogy mintegy 500 000 családot érintett a digitális oktatás, és a koronavírus helyzet tovább mélyítette az eddig is meglevő gondoskodási válságot. És az a generációk közötti szívesség alkú, ami eddig enyhítette ezt a válságot, most nem jelenhetett meg, tehát a nagyszülők segítségétől, vagy aki megengedhette magának, a fizetett segítségtől elesett, ami a családon belüli gondoskodási munkákat illeti. Ráadásul, ahogy írják a Gregor és szerzőtársai, a nők szerepe, a szakácsnő, takarítónő és egyebek és munkavállaló mellett a tanárnő szerepével is kiegészült. Eddig is az volt a jellemző, hogy a nők ellenőrizték a gyerekekkel a leckét, de most a digitális oktatás terhét ők vették magukra. Annak ellenére, hogy az otthoni munka megosztás javult a járvány alatt, tehát hogy a férfiak nagyobb arányban kivették a részüket, de még így is nagyobb teher hárult a nőkre. És akkor itt még csak a szellemi munkát végzőkről beszélünk, és nekik is csak az 50%-uk engedhette meg magának a terhektől nem mentes home office-t. A frontvonalbeli munkásoknak az eléggé nagy része például az ápolónők vagy a szociális gondozók. Hát bizony, igen. Tehát ugye itt már megtörtént az korábban, hogy abszolút elnőiesedett a szakma, amiben a pénz kijött belőle, és ugye azt észrevettük, hogyha elfogy a pénz egy területen, akkor ott a pasik elmenekülnek, tanító, stb. Szóval ez ilyen. És miután kiürültek onnan a pasik, lecsapott rájuk ez a járvány, és hát ők kapták a legdurvábbat. Hát igen, meg itt ez az ideológia is mögötte van, hogy ugye, hogy ahogy a miniszterelnök is próbálta a maga módján ezt kifejezni, hogy van ez az biológiai eszencialista ideológia, hogy a nők inherensen gondoskodó természetűek, és ami a családban történik, az ezzel való visszaélés, az az állam szintjén nagyban leképeződik. Tehát, hát inkább ez a baj, igen. Hogy ugye a nők amúgy is gondoskodók, akkor nem kell őket megfizetni azért, hogy betegeket ápolnak, vagy az elesettekről szociális munkásként gondoskodnak, vagy kisgyerekeket tanítanak, mert hogy nekik ez úgy is idézőjel, a természetükből fakad, és hogy nem lehet megfizetni. Ugye vannak ezek a szólamok, hogy ugye Orbán Viktor is most mit csinált, ugye, hogy így látszólag elismerte a nők erőfeszítéseit, de nem társult mellé semmilyen gyakorlati segítség.
Igen, ezzel nem lehet megfizetni, de azért meg kéne próbálni. Tehát, hogy tegyünk egy kísérletet, hát ha mégis meg lehet fizetni. Az egészségügyben dolgozó ismerőseim szerint meg lehet. Tehát, hogy tehát tegyenek nyugodtan erre próbálkozásokat, szerintem menni fog. Tehát senki sem fogja visszadobni ezt a pénzt. Nyilván ez egy öngerjesztő folyamat, mert hogyha persze állami szinten ezt a narratívát halljuk, látjuk, akkor persze a családban még inkább ugye ez a torzulás elindul. De mi volt az oka, hogy a korábbi válságokban nem így volt? Hát a korábbi válságok, tehát hogy azokat nem vírus okozta, és hát ezek a lockdown intézkedések, ezek eléggé szokatlanok, tehát hogy ezt az idősebbek a háborús helyzethez hasonlítják, tehát hogy annyira egy speciális helyzetbe kerültünk, és így megnövekedett gondoskodási feladatok pusztajárként hárultak a nőkre, de egyébként annyira nem vagyok biztos benne, hogy a korábbi gazdasági válságok nem hatottak negatívan a nemek egyenlőségére, mert hogyha egy családi kassza költségvetése csökken, akkor azokat a költségeket szokták először csökkenteni, amik a nők munkáját megkönnyítik. Tehát én egyáltalán nem vagyok biztos benne, hogy a korábbi gazdasági válságokból a nők annyira profitáltak volna, sőt én inkább ellenkező kutatási eredményeket olvastam. Itt azt olvasom, hogy azt mondja, a 29 és 33 közötti világválság hatásait elemzik a szakértők, arra jutnak, hogy a hosszú távon az a krízis segített csökkenteni a nemek közötti egyenlőtlenséget. A válság maga mindenkit egyformán megütött, nemétől függetlenül. A változás akkor kezdődött, amikor a 30-as évek második felében lassan megindult a kilábalás. A kulcs szó lassan. Itt már voltak új munkahelyek, de még elég rosszul fizettek, így sok család volt kénytelen úgy dönteni, hogy a férfi fizetése nem elég. És itt volt egy ilyen hát közelítés gyakorlatilag, ugye itt a nők munkavállalásról beszélünk, illetve a 18 és 20 között sem csökkent, a spanyol átháról beszélve, a nők foglalkoztatottsága. Hát igen, én is azt látom, hogy hát nem is javított a nők helyzetén, de legalább nem rontottak az ebben. Hát igen, meg itt ugye a történelmi kor tekintve itt azért máshonnan indultak. Igen. Tehát, hogy ugye 100 évvel ezelőtt egy olyan alaphelyzetből indultunk, ahol nem volt mondhatni normális jelenség a nők otthonon kívüli munkavállalása, és ezen ez a szükséghelyzet valóban segített változtatni. Viszont azt látom, hogy ennek az egésznek van egyetlen egy pozitív mellékszála, hogy a nők átlagkeresete nagyobb tempóban nő, mint a férfiaké. 20 és 21 első két hónapja között 10,3-9,3%-a, mondjuk így is még 70.300 forint a különbség a férfiaké javára. Hát ez ugye attól függ, hogy melyik szektorban, milyen munkában. De hát a nemek közti keresett különbség leküzdése, hogyha ilyen tempóban haladunk, akkor ez még évtizedekbe telhet. Hát a koronavírus hatásait szerintem ilyen szempontból még korai felmérni, tehát ezt egy pár év múlva lehetne még egyszer megnézni. Számomra ez a legabszurdabb egyébként. Tehát ez a 70.000 forintos különbség ugyanazért a munkáért, ugyanott egy nő és egy férfi között. Ez egy, amit egyszerűen nem értek. Tehát igazából tényleg nem értem ezt a dolgot, mert vannak ezek a ostoba magyarázatok, hogy hát a nők nem eléggé harcolnak a fizetésükért, beletörődnek a kevesebb pénzbe, stb. Stb. De valahogy ezek nekem nem állnak össze egy egészséges magyarázattá. Hát ahol bértárgyalás van, ott a munkáltatók valóban vissza tudnak élni a női szocializáció hatásaival, tehát hogy a nőket szerénységre szocializálja a társadalom, és ezt kutatások kimutatják, hogy ahol fizet, ezért én mindig szoktam mondani, és le vagyok döbbenve, amikor emberi jogi szervezeteknél ilyen kitételt látok, hogy fizetési igény megjelölése, mert a fizetési igény megjelölését kérni az eleve diszkriminatív, mert a nők kevesebbet mernek kérni. Tehát
főleg egy civil szervezetnek úgy is megvan a büdzséje, hogy mennyit tudnak erre szánni, tehát hogy a bértárgyalást azt másképp kellene lefolytatni. Illetve az is előfordul, hogy ugyanazt a munkát másként sorolják be a szervezeten belül egy a nő és a férfi esetében, holott a gyakorlatban ugyanazt a munkát végzik, és akkor így meg tudják oldani az egyenlőtlen fizetés kiutalását. Hát értem, csak azt nem értem, hogy nem mennek sorba a perekezügybe. Tehát, hogy itt azért ez tényleg eléggé abszurd dolog, de úgy látszik, hogy itt is érvényesül. Meg hát a nőknek a szocializációja, meg a szerénységre nevelés, hát nem tudom, aki ezt mondja, az nem ismerte a csajaimat, de hogy ez azért már mintha megszűnt volna. Azért nem. Tehát, hogy a nemi szocializáció az nagyon sok tényezőből tevődik össze, amit a társadalomból már csecsemőkora óta kap az ember, és ezeket nem lehet egyik napról a másikra felszámolni. Tehát még akkor is, hogyha tudatosítja magában az ember, és próbál ellenük tenni. Hát miközben most tehát egészen pontosabban ellene dolgozik a hatalom, tehát pontosan azt szeretné, hogy ezeket elmélyíteni, és tényleg legyökeresztetni ott, ahol voltak ezelőtt, nem tudom mikor. Tehát van ez a trend, ugye nem véletlen, hogy hogy a gender szó ellen harcolnak, tehát ezt az abszurd harcot folytatják, és arra hivatkozó, hogy nem is tudja ő a jelentését. Hát azt szerintem nagyon is tudja, hisz pontosan. Tudja ő, és pont az ellen harcol, amit jelent. Ami a gender körüli vitákat illeti, hát a koronavírus alatt Magyarországon ennek a legnagyobb áldozata az isztambuli egyezmény. Most nemrég két évfordulót, hát az egyiket ünnepeltük, a másikat kevésbé. Ugyanis 10 éve, 2011. május 14-én nyílt meg aláírásra Törökországban az isztambuli egyezmény, és a török kormány ezt azzal ünnepelte idézőjelben, hogy kiléptek az isztambuli egyezményből, illetve azt belebegtették. És ennek alkalmából egy nemzetközi feminista és LMBTQ összefogás született, a United for Istanbul Convention hashtag alatt lehet megtalálni például a Twitteren a kapcsolódó tartalmakat. Ennek az Egyesült Pen az isztambuli egyezményért koalíciónak a nyilatkozata a szabadnem.444.hu oldalon megtalálható, de 10 éves az isztambuli egyezmény, de mi nem mondunk le róla címmel. És a másik évforduló pedig az, hogy egy éve utasította el Magyarország a járványügyi vészhelyzettel visszajövve mindenféle társadalmi vita nélkül az isztambuli egyezményt. Tehát, hogy előtte is már évek óta húzódott a ratifikációs folyamat, de akkor még legalább volt valami remény, tehát hogy próbáltunk lobbizni, és néha belebegtették, hogy valami történni fog ez ügyben, de a kormány a járványhelyzet alatt bátorodott fel annyira, hogy kijelentse, hogy nem kér az isztambuli egyezményből, és okokként a gender, a benne foglalt gender kifejezést, valamint a migrációt nevezte meg, holott egyik sem állja meg a helyét, mert az isztambuli egyezményt a preambulum nélkül is lehet ratifikálni, hogyha annyira a gender kifejezés zavarja őket. A gyakorlati rendelkezések sem valósulnak meg maradéktalanul Magyarországon, akármit mond időnként a promó videóiban Varga Judit. Hát mert az igazi nőket védi a kormány. Hát Lengyelországgal együtt bele akarnak menni egy alternatív egyezménybe, ez a nem a genderre, igen a családra.
De, ez, de na jó, a család alatt nyilván a leszűkített családfogalmat kell érteni, tehát itt nagyon sokan kiesnek ennek a védelméből. Hát Varga Judit részéről azt látjuk, hogy van civil egyeztetés, tehát az áldozatvédő civil szakértők részt vesznek ezeken, de sajnos én már láttam olyat, hogy az ilyen egyeztetés csak látszat volt, tehát ennek a hatásait nem lehet még megítélni. Mert amikor a családon belüli erőszak önálló törvényi tényállása volt terítéken 2012-ben, akkor eklatáns példáját láthattuk a látszat egyeztetésnek. Tehát, hogy meghívták a civil szakértőket, de a gyakorlatban nem vették figyelembe az észrevételeiket. Hát igazából számomra az az árulkodó, amikor ilyen konferenciákat szerveznek, és ide jönnek az ilyen legsötétebb ilyen a nevükben a család valamilyen nyelven való beépítését viselő szervezetek, és azok tényleg azok a brutál, brutál karizmatikus, abortusz ellenes, rettenetesen homofób, de inkább ez árulja, igen, hogy mit gondolnak valójában. Novák Katalin kapcsolatban áll egy ilyen világszervezettel, rendszeresen posztol erről a Facebookon, csak éppen azt felejti el elmondani, hogy ez a szervezet az afrikai országokban támogatja a legsúlyosabb büntetéseket a melegek ellen. Tehát, hogy mindig az adott ország kontextusában igyekeznek a helyzetből kihozni a legrosszabbat, és ezek valóban nagyon aggasztók, és ez párhuzamosan halad Lengyelország és Magyarország, hogy a lehető leginkább fundamentalista és homofób szervezetekkel közösködnek, visszaélve azzal, hogy az emberek többségében pozitív asszociációt kelt a család kifejezés, csak ugye ezt nem mindig teszik hozzá, hogy ők ezt egy nagyon leszűkített értelemben gondolják. Hát ami megint aktualitás, és az elmúlt napok pozitívuma, legalábbis jelenleg annak néz ki, hogy megígérték a tartásdíj behajtásának a szigorítását Novák Katalin és Varga Judit közösen, tehát lerövidülnek a határidők, mindenki megkapja a megelőlegezett tartásdíjat, ami 50 000 forintra emelkedik. Azért figyeljük, hogy ettől se fogja az egyedülálló anyákat felvetni a pénzt, de az eddigi helyzetnél ez még mindig jobb, tehát ezt a lépést, hogyha ezt a tartásdíj behajtásának a szigorítását tényleg megcsinálják úgy, ahogy megígérték, és a gyakorlatban érvényesül, hát akkor ezt üdvözölni tudjuk. Bár ez egy kicsit kilóg a sorból ez az intézkedés, hiszen eddig ugye gyakorlatilag az volt, legalábbis a benyomásom, hogy rendes nő az nem válik el. Tehát az nem rendes nő, aki elválik, a benne él házasságban, ha rossz, ha jó neki, mert hogy a égbe köttetnek. Tehát ehhez képest most, hogy elfogadják, hogy vannak egyedül élő gyermeküket nevelő nők, vagy férfiak, zárójel. Igen, tehát férfiakra is vannak. Na mindegy, de a lényeg az, hogy ez előrelépés egy kicsit. Hát igen, mert hogy azt a kritikát, amit az egyszülős családok ignorálása miatt kaptak, azt kénytelenek voltak figyelembe venni. Ja, hogy igen, hogy néha eljut néhány visszajelzés, és következményei vannak. Ez annyira megnyugtató néha számomra, hogy létezik egy ilyen lehetőség, hogyha eléggé hangos valami, vagy eléggé erős, vagy eléggé fontos, akkor valahogy egyszer eljut, és egy kicsit csavarott a potmétereken, mert néha úgy érzem, hogy ezek így mennek tényleg bele ebbe a képmutató ilyen nagyon-nagyon kínosan ilyen álkeresztény rögvalóságba, és hogy onnan nincs kiút. De mondom, hogy egy LMBTQ szervezet lehet akármilyen hangos, hogy azért ebben vannak határok. Hát az csak a társadalom, az a társadalom hibája, hogy nem áll ki a meleg polgártársai, és tehát tényleg mellett. Mert ha ez a társadalom átvenné, és azt mondja, hogy hello, hát mit csináltok, akkor ez is fordulna. De így, hogy azt tudják, azt érzik, hogy ez egy jól elszigetelt kisebbség, és hogy nem áll ki mellettük a hetero, meg a többi csoport, ezért merik azt, amit mernek. De abban a pillanatban, hogy normális lenne a társadalom, és kiállna a romákért, kiállna az LMBTQ polgártársaiért, vagy bárkiért, akkor azért más lenne egy kicsit
a politika? Hát ami az LMBTQ elfogadottságot illeti, az főleg a fiatalok körében ez a felmérések szerint ez jelentősen megnőtt az utóbbi időben. Tehát, hogy legalább etéren bizakodhatunk, és nagyon sok ezek a gender ellenes intézkedések, amik most a járványhelyzet őrve alatt zajlanak, ezek egyaránt érintik a nőket és az LMBTQ embereket, ugye, mivel a gender fogalom, meg a gender studies mindkét csoporttal foglalkozik, és ezért a török kezdeményezésre is női és LMBTQ szervezetek koalíciója jött létre az isztambuli egyezmény ratifikációja, illetve a kilépésből való megakadályozás érdekében. Egyébként mutattak érdeklődést Európán kívüli országok is, szóval ez elég kellemetlen, hogy közben meg az európai országok sorra lépnek ki belőle. Hát ezen az Európai Unió mondjuk segíthetne, hogyha uniós szinten ratifikálnák az isztambuli egyezményt. Bizony, és ez tehát múlhatatlan érdemei vannak az Európai Uniónak abban, hogy ez itt tombolhatnak ezek a kis ilyen kis fasiszt államok, de hogy például... Igen. De hogy a törökök mit kerestek benne, azt az elején se értettem. Hogy ők hogy keveredtek bele, hát aki ismeri Törökországot, ismeri a török mentalitást, ismeri a török politikát, azt nem is értem, hogy ők hogy keveredtek ebbe bele. Csak azért, mert ott volt ez a összejövetel? Vagy ez sem lehet a török emberek általános nem. Ugyanúgy, ahogy Magyarországon sem mindenki Orbán híve, ott is vannak jelentős számban olyan emberek, akik mást szeretnének. De hát mégis sikerült a politikán átverni, és ott azért az a nagy szó, mert hogy persze rengeteg jó szándékú civil van minden országban, hol több, hol kevesebb, mennyit írtottak ki belőlük, de alapvetően a török politika, a török kormány az úgy nem, valahogy nekem nem illeszkedett ebbe, ahogy ratifikálja ezt a saját országába létrejövő egyezményt. De sikerült, csak aztán kiugrottak, rájöttek, hogy még hibáztak. Hát igen, hogy ez a közleményben is szerepel, hogy azok után, hogy Törökország volt a lelkes ház, igaz? Tehát hogy valószínűleg ennek ilyen stratégiai megfontolása volt, hogy elfogadottabbá tegyék magukat az EU-ban, hogy egy ilyen haladó szellemű egyezményt éppen Isztambulban kezdeményeznek, de ahogy a szabadnem.444.hu-n olvasható közleményben is szerepel, tehát ez egy ilyen dominó hatást válthat ki, hogyha a mostani 180 fokos fordulat rendkívül veszélyes precedenst teremt, nem csupán Törökország emberi jogi megállapodások iránti elkötelezettségére nézve, hanem más országok számára is, amelyek vitatják az egyezmény létjogosultságát. És itt egyértelműen Magyarországra is lehet gondolni, tehát a koronavírusnak a kárvallottjai valószínűleg egyedek mellett a kapcsolati erőszak áldozatai. Hogy ne, hát Már most azok, mert Szél Bernadett tegnap közzétett egy nagyon fontos posztot. Heroikus küzdelem után sikerült megszereznie a belügyi statisztikákat. Azt nem is láttam, igen. Azokról a családon belüli erőszak esetekről, amik egyáltalán eljutottak a hatóságokhoz, tegyük hozzá. Tehát, hogy Szél Bernadett is nagyon jogosan írja, hogy ugye a statisztikák hiánya már önmagában probléma, és haladóbb szemléletű országokban már a 70-es évek óta készülnek rendes családon belüli erőszak statisztikák. De itt nincsenek migránsok. Kapcsolati erőszak bűncselekmények száma 2019 és 2020 között 88%-kal több, hozzátartozó sérelmére elkövetett bűncselekmények száma 11%-kal magasabb, hozzátartozó közti halált okozó testi sértés 33%-kal, kifejezetten a partner volt partner sérelmére elkövetett emberölés 47%-kal nőtt. Nőtt a kiszabott ideiglenes megelőző távoltartások száma is, de ezt mindig elmondom, hogy a távoltartásra, hogy Magyarországon most van, az formális. Persze, tehát ezt át kéne gondolni, ennek semmi értelme.
És mindegyik bűncselekmény esetében 70-80% körüli a nő áldozatok aránya, és Szél Bernadett is írja, hogy a magánindítványhoz kötöttséget meg kellene szüntetni, mert ez csak akadályozza a további erőszak megelőzését. És végül a posztjában Ausztriát hozza fel jó példának, ahol vannak statisztikák, minden rendőrőrsön van egy családon belüli erőszak megelőzéséért felelős tiszt, és még nőügyi miniszter is van a probléma kezelésére. Jó, de itt meg nincsenek migránsok. De mindenre ezt tudom válaszolni, ez egy jó válasz. Hát, de itt meg nincsenek migránsok. Illetve jó, hát 2015 óta próbálkoznak ezzel leterelni a női civil szervezeteket, és nagyon rossz néven veszik, hogyha megpróbáljuk felhívni a figyelmet, hogy erőszakot nem csak a migránsok követnek el. Én egyszer egy beszédemben ironikusan mondtam, hogy nagy magyar hófehér férfiak is követnek családon belüli erőszakot. Na, a Pest is Várcok erről azóta nem szakad le, és akárhányszor felmerül a nevem, akkor ezt a hófehér nagy magyar férfi a kitételt, ezt szinte kéjelegbe. Imádják, ők nem okosak, úgyhogy csak ilyen kulcs, egy maximum két szót tudnak megegyezni, azért imádják az ilyen jól. Hát, igen, és akkor így most akkor elmondhatják, hogy én fehér meg férfi ellenes vagyok, és akkor így ebben igen. Az elképzelésben kijeleghetnek. Ez érdekes, mert hogy nem hiszem, hogy az állítást lehetne cáfolni. Tehát, hogy azért Magyarországon a családon belül erőszak és általában az erőszak elkövetői nem kívülről jönnek. Rohadtul nem. Még nem is úgy, még a lépcsőházból se, hanem bentről a lakásból. Igen. Ennek ellenére 2015-től próbál minket a kormány meggyőzni, hogy az igazi fenyegetést a nőkre a migránsok jelentik. Tehát, hogy mint hogyha migráció nélkül itt maga a béke szigete lenne. És ez így is lesz a papírokon. Elnézést kérek, hogy félbeszakítom Antoni Ritát, a Nőkért Egyesület elnökét, de elmúlt az időnk. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt. Köszönöm szépen.